Bennem nagy Isten félelmet hoz létre ez a történet, és azért olvastam el, mert meg vagyok róla győződve, hogy igazából teljes mértékben nincs annyi idő, hogy ezt kifejtsem, de az utolsó időkre vonatkozó történet ez. Nagyon fontos ebből minden kereszténynek, minden családnak és minden gyülekezetnek tanulni, hogy Isten vezetése szerint ö, ö, hozzák létre a kapcsolatokat, és ö, a, a megbékélést és az egységet értsék meg, az első tanulság, hogy nem emberi akaraton, hanem Isten akaratán kell annak lennie. Az Isten erre pedig kijelöli az időt. Ki van jelölve Izrael és Júda egységére is, és ki van jelölve Krisztus testének az egységére is az idő. Második fontos tanulság. A hamis béke és egység az mindig a jó oldal vereségébe torkolik. Miért? Mert a rossz oldal a nyílt harcnak a befejezése után is az igazság ellen folytatja a rejtett harcát. És általában, amikor össze van keveredve dolog, a jó emberek ugyanolyan vakok lesznek, ugyanolyan nagyak lesznek, illúziókat, déli bábokat kergetnek, mint Josafács ábrándoznak az ébredésről, és az ébredés helyett pontosan az ellentéte lesz. Hány olyan kezdeményezést láttunk, amiben már el is indult az ébredés, és tragédiába fulladt. Hány gyülekezetet láttatok már, ha vagy hallottatok, amely összeomlott? Hány szolgálat omlott össze már? Mindig meg kell nézni az okát. Mi az oka? Az egyik gyakori oka Josapát és Akhábnak a szövetsége. Harmadik dolog. A növekedést és a fejlődést Isten adja, és nem az összefogás. Ámen. Tehát Isten bármit, a legkisebbet is nagyra tudja növelni. Tehát ezért nem kell erőlködni, hanem engedelmeskedni Isten igényének és a Szent Szellem vezetésének. Ő a növekedés Istene, hogy Pál is mondja, Apolos öntözött, én plantáltam, de a növekedés az Isten adja és mi is csak azt tudjuk csinálni, amit Isten adott nekünk. Tehát ezért a kicsiből nagyot tud létrehozni. Higgyetek a mustármag erejébe. A mustármag azt mondja, a mag közül a legkisebb, de égig érő fáván ő. Tehát az igében olyan erő van, amelyben benne van a növekedés, a fejlődés, ezért álljatok két lábra isnek az igéjével, és ne Vizezétek, vizezzétek, ne démonizáljátok, ne uh, uh, hozzátok, uh, keverjeitek össze a pejvával, mert az ige elveszíti akkor az erejét. A tradícióval se keverjétek, mert Jézus azt mondja, az vagy erőtlenné teszi az igét, vagy pedig eltörli az igét. El kell választani a tradíciót Istenek a beszédétől. Harmadik dolog, a keveredést a sátán mindig arra használja föl, hogy Isten népének a vezetésébe belehelyezze az ő embereit, akik szédverik Istenek a munkáját. Ezt tette Jorám által és Akházia által, tehát ezek kerültek be Josafát e, e, tronjára, akik sátán emberei voltak, és azért kerültek be, hogy Josafátnak az életművét tönkre Az apjuknak és a nagyap, az egyiknek ugye apja volt, a másiknak a nagyapja volt, tehát teljesen tönkretették a, a Josafátnak az életművét, és beteljesítették azt, amit Elézer proféta mondott, hogy a munkát megszűnik, tönkre megy, és semmi nem marad sajnos olyan bukásba, olyan mélységbe került Judea, hogy igazából nem lehetett e -e -e visszafordítani Juda romlását. Mindaddig, amíg Josafát nem, fogadott, nem fogott össze Ábra, -e 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 Akábbal, megvolt a lehetősége arra, hogy Juda nem került Izrael sorsára. De utána tudjuk, hogy még rosszabb lett Izraelnél is. Következő tanulság, nem ér két mérszével, Ne légy elfogult és személyvállalgató a szövetségeiddel, rokonaiddal, hogyha azok bűnben élnek, hanem Isten igéje alapján lásd őket, és ilyen módon alkossál róluk látást, és ilyen módon viszonyulj hozzájuk. Következő, tehát a kettős mérszét nem érjed. Ő a Josafát kettős mércét használt. Nem azzal a mércével mérte a kápázát, mint ahogy a saját népét. És nem kell szégyenkezni a világ előtt, a keresztény világ megosztottsága miatt sem. Világos? Ez vállalni kell. Ez történelmi képződmény, nem jött el a feltétele annak, hogy, hogy megtörténjen az egység. Ugye hirdetik az egységet, hogy fogjunk össze, de hát amíg idegen istenek imádásáról, bálványimádásról, okkultizmusról, pedofíliáról, meg ehhez még szörnyűbb dolgokról van szó, akkor ezeket a tényeket messze menőkig vegyük figyelembe. Tehát ezért nem kell szégyenkezni különösen az újjászületett keresztényeknek, nem őket terheli a felelősség a keresztény világ megosztottsága miatt, ugyanúgy Jósafát sem terhelte a felelősség, de ő mégis felelősséget érzett, ezért vigyázni kell a hamis felelősséggel és a hamis részvédtel is, mert látjátok, mind a kettő tragédiához vezetett ebben a történetben.